Köszöntöm Önöket! Egy 2018-as kormányrendelet értelmében 2021-ig létszámcsökkentést kell végrehajtani a rezidenciális központokban, azaz fel kell számolni például a rehabilitációs, a nagy rehabilitációs központokat. Mit sikerült ebből megvalósítani, hogyan áll ezen a téren Románia, milyen kihívásokkal néz szembe a szociális ágazat ma, 2021-ben. Többek között erről is fogunk beszélni vendégemmel, Mikle Hajnal Katalinnal, a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetőjével. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok. Kezdjük talán helyibb témával. Egy hónappal ezelőtt fogadta el a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot működtető megyei önkormányzata a költségvetését, amelyből egy jelentős tétel közel, tehát az összköltségvetés közel 10%-a jut a szociális igazgatóságnak. Mire elegendő ez, és mire nem? Minden évben ez egy fontos téma az intézmények részéről. Mindig halljuk önkormányzati vezetőktől is, hogy a beosztott intézmények mindig többet szeretnének, mint amennyire egyáltalán keret van. Áll a kérdés, 2021-ben ez a közel 90 millió lej mire elegendő az önök szempontjából? Hát először is örülünk, hogy van költségvetésünk, mert azért az első három hónap elég nehezen telt el, úgyhogy nem tudtuk pontosan, hogy mikor lesz költségvetésünk, úgyhogy ugye a tavalyi költségvetésünk, vagy elköltött pénzünknek az 1/12 részét tudtuk használni csak. Ez nem azt jelenti, hogy a tavalyi költségvetésünk nagyon nagy volt, és akkor, vagy elegendő volt. Egyelőre örülünk, hogy van költségvetésünk. Örülünk, hogy arra a periódusra, augusztusig biztos elég minden szociális szolgáltatás fenntartására. Beleértve itt a fizetéseket is, és beleértve a használati eszközöket is, élelemtől megkezdve fogyasztás, minden. Jó, hogy van, legalább augusztusig előre tudunk tervezni. Abból a megvilágításból is, hogy ugye nagyon sok szolgáltatásunk van, nagyon sok családtípusú házunk és olyan központjaink, ahol az ellátottjainknak nem csak az érelmet, hanem a gondozást is folyamatosan alkalmazik el. Nem hagyhatjuk, nem szakíthatjuk meg, ezért a szerződéseink is élelemről megkezdve minden szerződésünk folyamatos kell legyen, és legalább augusztusig biztosan tudjuk, hogy ez a pénz elegendő lesz. A Maros megyei tanács is rendszerint szokott hivatkozni arra, hogy az országban az egyik legnagyobb szociális és gyermekjogvédelmi igazgatóság a Maros megyei. Ilyen körülmények között érthető, hogy számos program van és számos beosztott intézmény, amit működtetni kell. Egy ekkora intézménynek mekkora kihívást jelentett az elmúlt közel másfél év, ami ugye járványhelyzet volt, amiről tavaly is, amikor volt itt a stúdiónkban, beszélgettünk, hogy olyan intézkedéseket kellett hozni, hogy adott központokba a személyzet két hétig gyakorlatilag beköltözött annak érdekében, hogy védjék az ott ápoltakat. Hogyan sikerült átvészelni ezt a közel másfél évet, és milyen kilátások vannak így a költségvetésre is utalva, akár arra is utalva, hogyha jól értem, akkor egy költségvetés kiegészítésre számítanak augusztusban majd. Tehát hogyan áll jelenleg ez az intézmény ma? Hát nagyon-nagyon nehéz évet zártunk a tavaly. Optimistán, jókedvvel kezdtük, ugye januárban, költségvetés nélkül, ugye? Ami talán nem meglepő Romániában. Ami nem meglepő, igen, most már kezdünk ehhez hozzászokni. De nagyon-nagyon nehéz évet zártunk, költségvetésileg is, és másként is. Ugye nem csak mi, hanem más is, mert nem csak a mi gondozottjainkra, nem csak a mi alkalmazottjainkra volt ez a járványhelyzet érvényes, de úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók mellett a szociális szférában dolgozók voltak azok, akiket a legsúlyosabban érintett. Úgy a gondozottjainkat, megkezdve gyerekektől, idősektől, a fogyatékkal élőkön keresztül. Nagyon-nagyon nehéz volt
a folytonosságot biztosítani, és azokat a kormány intézkedéseket lebontani helyi szintre, központi szintre, szolgáltatás szintre, gyerek vagy felnőtt szintre hozni, és betartani ezeket a járványügyi szabályokat. Persze próbáltuk és arra hivatkoztunk, hogy először is a mi egészségünket és a gyerekek vagy a gondozottjaink egészségét védjük. Viszont azért mindenkinek ez úgy jött le, hogy korlátozások, hogy nem szabad kimenjenek, hogy ugye különböző tevékenységeket nem szüntettünk meg, de korlátoztuk. Ezek mellett költségvetésileg is nagyon-nagyon nehéz évet zártunk, 8 költségvetés kiigazítással, mivel ugye január-februárban nem voltunk felkészülve erre a hatalmas kiadásra, ami a központjainkat illette, a maszkok, fertőtlenítőszerek és bármilyen olyan intézkedés is, és anyagi gond is, ami sújtott minket a tavaly. Na, sikerült ugye már májusban sikerült egy költségvetés kiigazítás keretén belül jelentősebb összeget kapni a megyei tanácstól, amit ilyen felszerelésekre használtunk, megelőzni a vírusnak a terjedését a központjainkban. Én úgy gondolom, hogy igen, a másik nagy gond ugye jött a kormányrendelettel, amikor arra bizonyos 5 hétre az alkalmazottainkat karanténba vagy izolálásba kellett tartsuk, 2 turnusban, 2 részben, 2-2 hetet. Nagyon-nagyon megerőltető volt a kollégáknak is, és a gondozottjainknak is. Ugye együtt élni egy fedél alatt 24 órából 24-et 2 hétig, aztán 2 hétig a másik kollégákkal. Azonban a visszajelzésekből, vagy utólag most már nagyon sok pozitív dolog is lejött ebből. Ugye jobban megismerték a gondozottak az alkalmazottakat, több idejük volt elbeszélgetni, időt együtt tölteni, mind a mellett, hogy nagyon fárasztó és nehéz volt ez a periódus. Milyen kilátások vannak ebben az évben? Tehát lassan-lassan mondhatjuk talán azt, hogy a dolgok, mint hogyha hát a normális kerékvágásban látszanak visszatérni. Ez a költségvetés, ezek a tervek, amelyeket idénre ki lehetett célú tűzni, ezek mennyire hasonlóak mondjuk 2019-eshez, amikor nem volt járvány, vagy mennyire lehet úgy tervezni, hogy igen, most már álljunk vissza a normális kerékvágásba, és akár projekteket lehessen megvalósítani, folytatni azokat, amelyek már el voltak kezdve, bővíteni szolgáltatásokat, tehát hogy új dolgokat létrehozni, reális-e így gondolkodni 2021-ben, vagy azért még mindig járványhelyzet van, és éljük valahogyan túl ezt az időszakot, és aztán majd beszéljünk erről, amikor már ténylegesen vége. A terveinket nem szeretnénk semmiképpen, hogyha meg is szakítottuk picit a tavalyi évben, szeretnénk folytatni. Én úgy gondolom, hogy nem jött el annak az ideje, hogy nagyon hátradőljünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor elfelejtjük az eltelt másfél évet, közel másfél évet, és elérkezett az ideje, hogy újra szabadon végezzük a tevékenységeinket. Átestek a központjainkban is, tehát minden központunkban átestek a kollégák is, át a gondozottjaink nagy része is ezeken a betegségeken. Köszönhetően a nagyon jó együttműködésnek a közegészségügyi hivatallal folyamatosan teszteljük a kollégákat is és a bentlakókat is. És most már az oltási kampányok is már elég a vége fele járunk, tehát úgy gyerekeket, 16 éven felüli gyerekeket, mind a felnőtteket is sikerült beoltani. Tehát egy picit, mintha felszabadultunk volna, de én azt mondom, hogy ennek még nincs itt az ideje, hogy nagyon relaxáljunk és nagyon elengedjük magunkat. Nem szeretnénk, hogy az a sok korlátozás és a tavalyi élmény ugye az idén megismétlődne, és vagy kárba menne az a sok intézkedés és korlátozás, amit a tavaly hoztunk.
Szeretnénk azért folytatni ugye a terveinket, a 2018-2019-es terveinket, projektjeinket szeretnénk továbbvinni. Legtöbb olyan projektünk, amiket elkezdtünk tavalyi év előtt, 18-19-ben, azok finanszírozást kaptak az idén is a büdzsébe. Szolgáltatásaink, amiket azok a szolgáltatások, amiket alapítványoknak és nem kormányzati szervezeteknek ki szerződtünk, azok is az idén mennek tovább. És szeretnénk azt hinni, hogy ha lassan is, de kezdünk visszatérni a normális kerékvágásba. Melyek azok a projektek, amelyeket leginkább érintett a járványhelyzet, amelyeket akár félbe kellett szakítani, vagy amelyeket nem lehetett olyan formában folytatni, mint normális körülmények között? Hát ugye ezek a projektek, amiket elkezdtünk 2019 és 2020-ban, vagy amik megíródtak akkor, hát fogalmunk sem volt, hogy ilyen járványhelyzetbe mi tévők legyünk. Ezeket egy picit át kellett alakítani. Ugye van a hivatásos nevelői szülői hálózatunk bővítése, a TIMA projektünk. Abban nem sikerült a tavaly elkezdeni a hivatásos nevelőszülők felkészítését. Ezt szeretnénk az idén mindenképp. Voltak jelentkezők egyébként tavaly? Igen, tehát minden hivatásos nevelőszülőnk be van iratkozva ebbe a programba. Két részben lesz ez a felkészítő. Két részben fogjuk megtartani. Pontosan mikor, szeretnénk az egyiket május végén, kisebb csoportokkal, és átgondolni az egész tevékenységet, ugye, mert most már nem lehet nagy létszámmal találkozni. Megpróbáljuk akkor áttenni, ugye is alkalmazkodni az online világban, zoomos találkozókat szervezni, ugyanígy a többi projektjeinket is, ugye van a Vénusz nevezetű projektünk, a családon belüli erőszak áldozatainak kialakított otthonunk. Vannak áldozataink, az otthon megvan, kész van, várja a bentlakókat, viszont itt is a különböző csoportokat, támogató csoportokat, meg a különböző jó praktikákat bemutató találkozóinkat más megyékkel, vagy esetleg más ilyen szolgáltatókkal nem tudtuk véghez vinni. Ezeket is az idén próbáljuk átütemezni, és alkalmazkodni, ugye, és akkor vagy virtuális szférába valahova áttenni őket, átcsoportosítani. És van még egy új projektünk, amit ugye a tavaly írtunk alá, ez a VIP projektünk, ami a megyében két nappali foglalkoztató központot érint, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeken szeretnénk segíteni, és az ők felzárkóztatását. Itt már felvettük a kapcsolatokat a két nappali foglalkoztató központtal, a Sárpataki nappali központtal és a Bakner alapítvány által működtetett Dicsőszentmártoni nappali foglalkoztatóval, ahol most már azért szervezzük a tevékenységeket, és reméljük, hogy az egészségügyi előírásoknak megfelelően nem lesz gond, és tudjuk folytatni tovább. Említette a Vénusz projektet, a családon belüli erőszak áldozatai számára létrehozott otthont. Egy évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy már az utolsó lépések hiányoznak, tehát megvan az ingatlan, de még be kell rendezni, el kell indítani ezt. A járványhelyzet alatt többször is találkozhattunk olyan hírekkel, akár a közösségi médiában, akár különböző portálok főoldalain, hogy sajnos a családon belüli erőszak áldozatainak a helyzetét különösen megkeserítette a bezártság, és ilyen tekintetben kérdezném, hogy Maros megyében mi a tapasztalat, pont jókor nyílt meg ez az otthon, érezhető az igénybevétel, tehát az otthon igénybevételén az, hogy tényleg egy különösen feszült, egy járványhelyzetben vagyunk, egy járványhelyzet van mögöttünk, vagy a problémák azok állandóak, és ez bármikor jól jött volna. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amiről beszélni kell mindig, bármikor, ha járványhelyzet van, ha nem. Az áldozatoknak tudniuk kell, hogy van ahová telefonáljanak, van akitől segítséget kérni.
Nem mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon megnőtt a családon belüli erőszak a tavalyi évben a járványügyi helyzetre való tekintettel, vagy sokkal több áldozatunk van. Az biztos, és az bizonyított tény, hogy ebben a periódusban kevesebb bejelentése, kevesebben tudták ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Ugye nem tudtak, egyedüli volt 2-3 olyan hónap, amikor mi is a munkaprogramunkat úgy alakítottuk, hogy a 2 vagy 3 órát voltunk nyitva csak a közösségnek. Bármilyen levelet, bármilyen hozzászólás, bármilyen szeszizálás, bármit, amit kaptunk, azt e-mailen, faxon, telefonon fogadtuk. Amíg ugye hozzászokott mindenki ehhez, én úgy gondolom, hogy a gond a tavaly nem az volt, hogy nagyon megnőtt a bűncselekmények száma, vagy a családon belüli erőszakok száma, hanem az, hogy a szolgáltatásokhoz való viszonyulás, lehet, hogy kevesebben telefonáltak, nem tudták, hogy hova telefonáljanak, többször volt olyan probléma, hogy foglaltak voltak a fonnavonalak, és na, ha most nem sikerült, akkor majd bátorságot gyűjtök egy másik alkalomra, tehát ilyen visszajelzéseink vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a, mivel országos projekt is, bármikor jól jön, és úgy gondolom, hogy minden megyében kell legyen egy ilyen lakóotthon, aki ezeken az áldozatokon segít. Ezért mondjuk el, hogy Maros megye ilyen tekintetben azért elég élen járt, tehát itt már régebb óta létezett ilyen központ, és az, hogy most egy újabb otthon nyílt meg az elmúlt időszakban, az azt jelenti, hogy Maros megyében ez a szolgáltatás még inkább erősödött. Igen, ezzel a projekttel erősítettük és kiegészítettük az eddig létező szolgáltatásunkat, ahol helyek száma is korlátozott volt, ugye? És ez a szolgáltatás, ami most is létezik, ott van egy nappali foglalkoztatóközpont is, nappali központ is, és van egy rezidenciális bentlakós része is. 10 helyel indultunk, 16 van most kiszerződtetve, ebből a szolgáltatásokkal, és ez egy olyan, egy ilyen sürgősségi központ, és akkor emellé jött a lakóotthon, hogy az, aki a sürgősségi központban bentlakó volt, vagy sürgősségileg kellett szolgáltatást nyújtani, akkor nekik meg volt ez a menhely. Ott 2-3 hónap, vagy 5, maximum 6 hónapot maradhattak, és akkor a 6 hónap után nyugodtan át tudjuk venni a lakóotthonba, ahol még 6 hónapot tudunk vele foglalkozni, segíteni, beilleszkedni a társadalomba, munkahelyet keresni, gyerekeknek óvodát, lakhatást, iskolát és más szolgáltatást. Ha már említette a rezidenciális központokat, felvezetőmben utaltam rá, hogy Románia egy kormányrendeletet fogadott el 2018-ban, amelyben meghatározták, hogy 50 a maximális létszám, amely az ilyen rezidenciális központokban működhet, tehát minden ennél nagyobb központot csökkenteni kell 50-es létszám alá, és arra is hivatkoznak különböző cikkekben, utána olvastam, hogy hogyan érveltek akár 2018-ban, vagy az azt követő időszakban. Egy akkor 10 éves kötelezettségvállalást hoztak fel okként, amelyet Románia az Európai Uniós csatlakozáskor hozott volna meg, vállalt volna föl. Miért van szükség, hogyan látják önök, szükség van-e ténylegesen erre a létszámcsökkentésre, és sikerül-e ezt 2021-ben teljesíteni? Ugye a kormányrendelet ezt írja elő. Én úgy tudom, hogy Maros megyében több olyan központ van, ahol eleve az épületek olyanok, hogy akár az átalakítása is problematikus lenne, tehát nem lehet arról beszélni, hogy akkor egy másik épület szárnyat kialakítani, és akkor két különböző központot létrehozni. Tehát, hogy ennek vannak ilyen akadályai is, hogy látja Romániában ez 2021-ben meg tud-e valósulni, és egyáltalán miért volt szükség erre a lépésre? Én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy elkezdődött a gyerekvédelmi rendszer reformálása, megreformálása, ugye a 94-95-ös évektől, úgy eljött az ideje a felnőtt szociális rendszernek az átalakítására is.
Tény és való, hogy még mindig léteznek a régi árvaházak helyét, ugye átvették a különböző más szolgáltatások a gyerekeknél, és mai napig még vannak olyan megyék, ahol léteznek több mint 30-40 vagy 50 férőhelyes gyerekházak, az úgymondott régi típusú gyerekházak. Gondolom, hogy ennek a mintájára mentek, és gondolkoztak tovább a felnőtt gondozásban is, értve itt a felnőtt fogyatékkal élő személyeket. Igen, úgy gondolom, hogy szükség van ilyen átalakításra, újításra, azokban a központokban, ahol a standardok nem megfelelőek, vagy a szolgáltatások nem megfelelőek. De úgy gondolom, hogy ezt korlátozni, hogy 40, 50 vagy 60 személyre, igen, belátjuk, hogy azok a nagy központok, ahol 300 vagy 200-an felüli beutaltunk, gondozott van, nem lehet olyan szolgáltatást nyújtani, sem lakhatásit, sem életviteli kondíciókat ezeknek a bentlakóknak, gondozottaknak. Viszont én ezt úgy gondolom, hogy ezt nem létszámhoz kéne hasonlítsuk, és azt mondjuk, hogy jó, azok a központok, amelyek 50-nél több gondozottjuk van, akkor azokat kell átalakítani. Én gondolok arra, hogy a szolgáltatásokat azok, akik betartják, és sikerül, persze, kell ezt a létszámot picit csökkenteni, de miért pont 50, miért pont 60, vagy miért pont 40 legyen, ez egy picit érdekes, és várjuk, hogy hátha ezt nem is tudjuk megváltoztatni, vagy kérni azt, hogy ezt a létszámot egy picit emeljék, vagy csökkentsék, ha úgy gondolják, csak érvekkel, észérvekkel, akkor legalább a határidőt a 2021-es egy picit toljuk ki. Tudnélik, Maros megyében a 11 központból 5 olyan központunk van, ami meghaladja az 50-es létszámot. Mi ezt a reformálást, felnőtt rendszer reformálását, ezt már megkezdtünk 2003-ban, tehát sok olyan európai projektünk volt. Beszélek itt például a Marosvécsi Rehabilitációs Központunkról, ahol nem 300 ellátottunk van, viszont ezt úgy kell elképzelni, hogy 2003-tól 5 olyan projektjük volt, Európai Uniós és Világbanki projektjük, amelyben külön olyan épületek épültek. 5 olyan épület van, 4 és egy régebbi felújítva, amelyek megfelelnek a standardoknak, tehát 50 személyt gondoznak. Na, itt kell megkapni azokat a kiskapukat, azokat az érveket, hogy nem az a lényeg, hogy 50 személyen legyen, hanem, hogyha 3 épületben van 3x50, és az a standardoknak megfelel, akkor ezzel így tudjunk tovább menni. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a minisztérium szintjén, kormány szintjén kérik ennek a határidőnek a módosítását. Igen, elhalasztását, kinyújtását. Hát akkor sok sikert kívánunk ehhez a kezdeményezésükhöz is, és minden megkezdett projekt véghezviteléhez ebben az évben. Még várjuk ide a stúdióba vissza, hogy beszámoljon az új fejleményekről. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönjük megtisztelő figyelmüket, maradjanak az Erdélyi Magyar Televízióval. Én legközelebb jövő héten várom önöket egy következő ügyfélórára, addig is viszontlátásra.